Na kérem szépen, itt van nálam a csapat anyja, Szúló Szabira, remélem nem ciki ez a megnevezés, és már is inkább mutatjuk őt. Nem ciki az, hogy te vagy a csapat anyja, ugye? Nem, hát én úgy érzem, hogy anyáskodtam felettük kellett. Tehát volt rá szükség, mert különben nem igazán ettek ittak volna. De itt nem az van, hogy Lamia Team Hungary, hanem egyéb pozícióban vagy itt. Láttad nyilván végig a versenyt, gondolom, meg beszéltél mindenkivel a csapatból. Mi az általános vélekedés, mennyire vagytok bizakodók, van-e egyáltalán erről beszélgetés, amit persze közé lehet tenni, hogy mire számítotok? Én bizakodó vagyok, most ugye nézegettük itt a boxokat, ugye most kényelmesen ki tudtunk ide jönni, és akkor végig is korzoztuk itt a mai versenyt. Hát vannak persze ma is nagyon ígéretesnek tűnő versenyzők, meg szép munkák, de én azért úgy érzem, hogy a mai mezőny azért jóval gyengébb, mint a tegnapi volt. Úgyhogy szerintem mi nagyon erősek voltunk, meg azért vannak már visszajelzések más. Ugye zsűritagoktól, stb. Séfektől, hogy ugye veregetik a Tomiék várát, úgyhogy szerintem bizakodóak vagyunk. És nem vigasztaló mozdulatok ezek a veregetések, hanem gratulációk. Én is egyébként csak nagyon jókat hallottam, én is akivel beszéltem, akár itt a Kitchen Juryből, akár az egyéb mindenféle séfekből és zsűritagokból mindenki azt mondta, hogy skandinávok és Magyarország. Mondtam, hogy nem kell udvariaskodni, mondták, hogy szó nincs ilyenről. Úgyhogy innen azért az Egyesült Államok valószínűleg oda fog férni valahogy a dobogóra, ugye? Igen, ők elég erősnek tűnnek, de hát aztán majd meglátjuk, hogy a végén a finishben mennyire remeg meg a kezük. Nem kívánjuk, nyilván, de nyilván az utolsó 20 percben nagyon fejbe ott kell lenni, hogy ott tényleg ne történjen semmi olyan, aminek. Sajnos nem tűntek nagyon remegős kezűnek, úgyhogy erre vissza a kicsi a vesére, első a Kominak Arnold Schwarzenegger a példaképe, úgyhogy valószínűleg ő vasma ki is van téve egy ilyen kis amerikai zászló. Megkérdeztem, hogy ez az ikonod, mondta, hogy bizony, úgyhogy ott nincs, és ő biztos nem fog megremegni, egy Arnold rajongó. Ugye itt nektek baromi sok tapasztalatotok van, egyrészt fine diningban is, másrészt pedig Bocuse d'Orban is. Itt ti már ránéztek egy-egy készülő fázisra, egy-egy étel, egy-egy kis fázisára, és abból már nagyon sokat lehet tudni a csapat kvalitásairól? Igen, főleg abból, hogy a konyhának a felépítése, tehát hogy a mise en place-ot, ha ránézünk, abból nagyon-nagyon sok minden lejön, hogy mennyire van megszervezve a munka, hogy vannak kirakva az eszközeik, az alapanyagokat, hogyan tárolják, miben tárolják, hogyan bontják ki, tehát ezekből nagyon rengeteg minden lejön. Tehát maga a konyhai munka pontozása is ugye ezeken a dolgokon múlik, szóval ebből látni, hogy a végeredmény az úgyis ezzel, tehát abból jön ki a végeredmény, úgyhogy az párhuzamos lesz a végén, hogy aki nem annyira szép izomplaccal indult, annak igazából nem sok esélye van a végsőbe. Hát itt már nincs olyan, hogy ide jön egy viszonylag amatőr vagy gyengébb, és azt mondja, hogy hát valami, odarottyantok neki kettőt, és akkor hát ha jó lesz. Azért sem, mert nem egy ilyen spontán műfaj, meg azért sem, mert pontoznak, és ugye az itt elveszített pontok azok nyilván nagyon fájnak az összesítésben. Igen, pontosan így van, tehát hogy a mizamplac az nagyon sokat számít, és azért én láttam mai gyengébeket is. Lehet arról tudni, hogy tegnap ünnepeltetek el, mit csináltatok? A hivatalos info az volt, hogy gin tonic, ezt tartottátok? Igen, a jelszó az volt, hogy gin tonic, meg csocsó. Hát volt egy kis lazulás, tehát hogy kiengedtük a gőzt, igen, úgyhogy jó volt. Ez mit jelent, akár két gin tonic is belefér fejenként? Mostan kettő volt, igen, fejenként, de nagyon erős volt egyébként, de nem tudom, lehet, hogy azzal akartak menni a bárosok, vagy valami, és jó erősen nyomták, de a harmadikat már nem biztos, hogy megittuk volna. A harmadikban már remélem gin nélkül kértétek, és csak tonic. Igen, persze, hát mai napra is. Honnan fogjátok követni a diátadót? Hát reméljük, hogy innen. Hogyha visszaengednek ide, akkor elvileg... Azt én elintézem, hogy visszajussunk. Sőt, gyertek is gyorsan, és akkor itt okay. Már csak azért is ide futjunk. Megyünk is vissza. Elben. Gyorsan vissza is megyünk ide a díszpáholyba, hogy ne legyen gond a beengedéssel, mert leengedni nem akarták őket. Úgyhogy meg is van. Akkor jó szurkolást, meg jó szórakozást. Köszi, köszi! Hát valamennyicskét. Bocsánat, ez volt itt most a live, és akkor mindjárt még megmutatom a közönséget, és aztán pedig egyelőre búcsúzom.